Szeretettel üdvözlünk mindenkit a második hét második hír összefoglalójában, melyben Cyberpunk 2077 és Dead Rising információk mellett szót ejtünk pár hardveres érdekességről is, úgyhogy tudjuk is le minél előbb a rövid hírek blokkot. A legutóbbi Painkiller Hell and Damnation ugyan nem váltotta meg a világot, de az első rész óta érkezett epizódok után igazi felüdülést jelentett. Külön jó hír, hogy április 5-én konzolokra is tiszteletét teszi a Farm 51 műve, ezzel pedig ez lesz az első alkalom, hogy egy Painkiller játék megjelenik Xbox 360-on és PlayStation 3-on. Korábban már mi is beszámoltunk nektek a Southington SOS kezdeményezésről, aminek lényege, hogy a beszolgáltatott durva játékok, zenék és filmek után ajándékkuponokat adnak. Az eredeti terv az volt, hogy az így begyűjtött dolgokat nyilvánosan elégetik, de most ezt lefújták, mondván így is elérték a céljukat. Az IDC felmérése alapján nem kell tartani a konzolok hanyatlásától, legalábbis 2016-ig biztos, hogy nem. Egyébként az elemzők azt is elmondták, hogy a PlayStation 3 világszinten is lenyomta a Microsoft konzolját, hiszen míg a Sony gépéből 77 milliót adtak el, addig az Xbox 360 76 milliónál tart éppen, ami azért is érdekes, mert a PlayStation 3 jóval később rajtolt. Jó adagnyi bemutató landolt a legújabb Devil May Cry kapcsán, de ami még érdekesebb, hogy a Capcom már is bejelentett hozzá egy ingyenes DLC-t. A Bloody Place névre keresztelt extra tartalom 100 kihívást rejt, melyeket abszolválva versenkedünk egymással a globális ranglétrán. A Microsoft bejelentette, hogy ez idáig 60 millió Windows 8-ot adtak el, amikbe beletartoznak az újonnan vett gépek és a frissített rendszerek is. További érdekesség, hogy a Windows Store mostanáig 100 millió letöltéssel büszkélkedhet, ami annak ellenére, hogy szinte mindenki szidja, elég szép szám. Lehetséges, hogy szépen lassan készülget a Fallout 4? Erre utal az a tény, miszerint a Fallout 3-ban szereplő DJ Eric Todd Dillams állítólag engedélyt kapott a Bethesdától, hogy a hivatalos bejelentés előtt egy kicsit hergelje a népet amolyan lemezlovas módszerekkel. Még 2011-ben ütötte fel először a fejét a Deeped Studios Old School 2D-s pixel grafikájú játéka, az Allboy, ami hamarosan talán meg is jelenhet. A valószínűleg Steamen befutó címet többször is elhalasztották, de a fejlesztők azt ígérik, 2013 folyamán biztos, hogy megjelenik, sőt, a későbbi konzolos port sem elképzelhetetlen. Csak Nintendo 3DS-re érkezik a Pokémon játékok legújabb generációja, a Pokémon X és a Pokémon Epsilon. A játék teljes 3D-ben tündököl majd, és a régi ismerős Pokémonok mellett számos újabbal is összefuthatunk majd. További érdekesség, hogy a sorozat történetében először a világ minden pontján egyszerre jelenik majd meg. David Cox, a Castlevania sorozat producere maga erősítette meg, hogy a Castlevania Lords of Shadow 2 biztosan nem fog megjelenni Nintendo Wii U-ra. A csalódott játékosoktól bocsánatot kért, és az indoklás sem maradt el. A fejlesztők erőforrásai végesek, ezért inkább az Xbox 360-as, a PlayStation 3-as és a PC-s munkálatokra fókuszálnak. Először csak pár képecske futott be a CD Projekttől, de aztán végül megkaptuk a Cyberpunk 2077 beígért trailerét is. Bár a játékhoz még nem rendeltek hozzá pontos megjelenési dátumot, valószínűleg 2015 magasságában érkezhetnek. A Cyberpunk világában egyébként mindennaposak az implantok, és most ne a szilikonosra gondoljunk, amikkel azonban nem feltétlenül lesz egyszerűbb az élet. A játékmenet sandbox stílusban mozog, és a történet sem szorít be minket egy lineáris folyosóra, úgyhogy a kalandozó kedvűek könnyedén elüthetik majd az időt a mocskos Night City utcáin. Érdekes kis hardware-ral jelent meg a CES-en a Valve, amit korábban az Excitefree csapata próbált felfuttatni a Kickstarteren, de a dolog megbukott. Se baj, jött Gabe Newell és felvásárolta őket, ennek köszönhetően pedig most mi is megcsodálhatjuk a Piston névre keresztelt kis dobozt. A cuccosan egyébként Linux fut és alapból kompatibilis a Steam-mel. Találunk rajta 8 USB-t és egy HDMI csatlakozót, és a lelke egyelőre még nem nagyon ismert, valószínűleg az Excitefree X7A nevű gépére épül 4-8 GB RAM-mal és egy 4 magos procival. Egyébként ezzel kapcsolatosan elmondták, hogy ez még nem a Steambox, ez csak egy prototípus, amiből van nekik bőven, így tudnak válogatni majd, ha eljön az idő. A Captain Vancouver honlapján olvashatunk a srácok következő nagy dobásáról, amiről már most tudni lehet, hogy zombik nem szerepelnek a listán. Azért nem kell aggódni, hiszen nem felejtették el a Dead Rising 3-at sem, ahol már annál több agyzabálóval futhatunk majd össze.
Fősünk egy új srác, név szerint Rick, aki az apokalipszis előtt autószerelőként tüsténkedett. Elsődleges célunk elhagyni a várost a maradék túlélővel, de persze ez korán sem lesz olyan könnyű. Egyébként egy pletyka szerint már következő generációs konzolokra érkezne meg a Zombie Hentel, de természetesen a PC mellett. A Microsoft Research kutatói bemutatták az Xbox Illumorumot, amit a cég már szeptemberben szabadalmaztatott. A rendszer lényege, hogy összemossa a valódi világot a virtuálissal, így ki tudja terjeszteni a játékteret a szobánkra, amit közben fel is térképez. Az egészhez nem kell más, mint egy Kinect, illetve egy projektor, amiből aztán jöhetne az áldás. A projekt egyébként egyelőre csak tesztfázisban mozog, és még az sem biztos, hogy a Microsoft felhasználja majd valamihez, de ha hihetünk a híreknek, akkor hamarosan többet is megtudhatunk róla. Hát bizony, eddig bírta a Terra Online, ugyanis az európai üzemeltető Gameforge bejelentette, hogy február után free-to-play modellre vált az MMO. Akik ez idáig előfizettek a játékra, egy úgynevezett veterán státusznak örvendhetnek, aminek hála 8 karaktert indíthatnak és 4 lapon keresztül bankolhatnak. Akik ezután is előfizetnének a játékra, azok csatlakoznak a Terra Clubhoz, amivel számos in-game extra ütheti a markukat, ha pedig érdeklődésük alábbhagyna, visszakerülnek az előbb említett veterán státuszba. A váltással egyébként új tartalmak is érkeznek majd, dungeonök, bossok és arénák várják a visszatérőket és az új kalandozókat. Még tavaly került bemutatásra a Razer Gamer tabletje, a Project Fiona, ami most ugyan kicsit megváltozott, de a cél egyenesbe ért. A Razer Edge-re átkeresztelt kütyük 2 változatban lesz elérhető, a standardban egy Intel Core i5-öt találunk 4 giga RAM-mal megspékelve, míg az Edge Pro kiadásban egy Intel Core i7-est üdvözölhetünk már 8 GB RAM mellett. Mindkettőt egy GeForce 640ML videókártyával szerelik fel nekünk, ami azért már tud hasítani. A 600 g-os tabletárát csak nem sikerült leszorítani, hiszen a Standard 1000 dolcsi lesz, minden extrától mentesen, míg a Pro már az 1500-at is megközelítheti. Köszönjük szépen figyelmeteket, a hétre van még egy hírműsorunk, hozzuk hamarosan, addig is jók legyetek, sziasztok!